Kezdjük is először a Mozaik Alpha platformnak a kosarakkal kapcsolatos témaköreivel. A Mozaik Alpha platformot az app.mozaikalpha.com URL címen keresztül lehet elérni. Az oldal betöltésekor rögtön a kosárkezelő felületre fogunk érkezni. Ezen a kezdő oldalon a jelenleg elérhető 5 kosarat láthatjuk. Mindegyiknek van egy kis kártya nézete, ahol a kosárnak a legfontosabb tudnivalóit találhatjuk meg. Szeretném így a legelején bemutatni a kosárvásárlásnak a folyamatát. A tárca csatlakoztatása gombbal tudjuk a valetünket csatlakoztatni az oldalhoz. A mai alkalommal szerettem volna kivetíteni a Mozaik Walletemnek a kijelzőjét is, és akkor láthattátok volna azt is, hogy a Mozaik Walletben mi történik, de a szoftver, amit erre használtam volna, az megváltoztatta a licenc feltételeit, és most ezt nem tudtam használni, ezért narrálni fogom, hogy valójában mi történik a Mozaik Walletben. A platform használatához ugyanis alapvetően szükségünk van először is egy kriptovaletre. Ez a kriptovalet, ez lehet például a Mozaik Alpha platformhoz tartozó Mozaik Wallet, vagy pedig akár az iparágban eléggé elterjedt MetaMask nevű böngészőbe épülő plugin wallet. Ez a MetaMask, ez letölthető a Chrome, illetve Firefox, meg a többi népszerű böngészőre is. Ez nem a böngészőnek az alapvető része, de beépülő pluginként letölthető és használható. Én most a Mozaik Wallettel történő csatlakozást, illetve platform használatot fogom bemutatni. Egyébként mind a kettő művelet az viszonylag felhasználó barát és könnyen kezelhető. A Wallet Connect-tel történő csatlakozás közül választhatunk a sima Wallet Connect, illetve a Wallet Connect V2 közül. Én most a Wallet Connect V2-t fogom használni, egyébként felhasználói oldalról nincsen a kettő között különbség, technológiai oldalról annál inkább. Most itt próbálkozunk meg a Wallet Connect V2 használatával. A megjelenő QR kódot kell a Mozaik Walletünkkel beolvasni. Most meg fogom nyitni a Mozaik Walletemet, és ha már rendelkezünk a Mozaik Walletben létrehozott pénztárcával, most itt ezt fogjuk feltételezni, most ezt nem mutatnám végig, hogy hogyan lehet Mozaik Walletben új tárcacímet létrehozni, ezt egy korábbi alkalommal már megmutattam. Most azt fogjuk feltételezni, hogy már rendelkezünk ilyen pénztárcával, és a pénztárcánkon rendelkezünk megfelelő mennyiségű USDT-vel, illetve BNB-vel. Erre majd még ki fogok térni, hogy részleteiben melyikre miért van szükségünk. Ha a Mozaik Walletet megnyitjuk, akkor a jobb felső sarokban találni fogunk egy QR kód beolvasó kamera ikont, melynek segítségével beolvashatjuk ezt a QR kódot. A Walletben meg fog jelenni egy Session Proposal nevű menüpont, egy felugró ablak, ahol az elfogadás gombbal le tudjuk okézni a kapcsolódást, és elfogadjuk a csatlakozást. Onnan látjuk, hogy sikerült csatlakoztatni a walletünket, hogy a jobb felső sarokban megjelenő gombon megjelent a tárcacímemnek az első néhány karaktere, illetve a vezérlőpulton is látom az azonosítómat a felső sorban, illetve a többi menüpont is elérhetővé vált. Egyes menüpontok csak akkor válnak elérhetővé, hogyha a tárcánkat már csatlakoztattuk. És a felfedezés menüpontba vissza fogok menni a kosarak megtekintéséhez. Itt egy picit várni kell, hogy betöltődjenek a kosarak, de rövidesen betöltődnek. És vásárolni is fogok egyet a Blue Cryptos kosárból. A vásárlás gombra kell kattintani, és a felső mezőben meg tudjuk adni, hogy hány dollárnak megfelelő kosártokent szeretnénk vásárolni. Például 1 dollár értékben szeretnék ebbe a kosárba befektetni. Látom, hogy mennyi kosártokent fogok kapni.
A részleteket el fogom mondani a későbbiekben, most csak magát a folyamatot szeretném röviden bemutatni. Majd a folytatás gombra kattintva megjelennek még egyszer a vásárlásnak a részletei. Látjuk, hogy mennyi dollárért, mennyi Blue Cryptos eszköztokent fogunk kapni, illetve látunk egy slippage értéket. Ez azt jelenti, hogy ekkora árfolyam mozgás fér még bele, hogyha az árfolyam fél százaléknál többet mozdulna el a vásárlási tranzakció hatására, akkor az a tranzakció nem megy végbe. Alatta pedig a különböző díjakat láthatjuk, amelyeket fizetni kell. Erre is kitérünk majd, hogy melyik micsoda. A jogi nyilatkozat, illetve a felhasználási feltételek elolvasása után bepipáljuk, hogy elolvastuk, majd a folytatás gombra kattintva megjelenik az első felugró ablakunk, ahol a token mozgatását kell jóvá hagynunk. Ez a token mozgatás jóváhagyás, ez azt jelenti, hogy megengedjük a smart contractnak, hogy egy dollár értékben megvásárolja a, vagy egy dollár értékben megvásároljuk a megfelelő mennyiségű, az előbb a kijelző látható mennyiségű kosár token, és ehhez felugrott a Mosaic Walletben egy tranzakció megerősítési ablak, ahol a megerősítés gombra majd az új lenyomatú megadására, vagy a beállított jelkód megadásával engedélyezhetjük magának az összegnek a mozgatását. A folyamat még itt nem ért véget, egy második megerősítésre is szükség van, hogy tényleg szeretnénk ezt a tranzakciót, és a második megerősítés gombbal fogjuk tudni ténylegesen a tranzakciót végrehajtani. Ezt is megnyomtam, és sikeres tranzakcióként már meg is valósítottuk az első kosárvásárlásunkat a Mosaic Alpha platformon. Gyakorlatilag ilyen egyszerű a használata. Ha már rendelkezünk kriptovalettel, telepített Mosaic Alpha valett alkalmazással. És innentől kezdve a vezérlőpulton majd meg is jelenik, hogy már rendelkezem is Blue Cryptos kosár tokennel, és látni, hogy jelenleg a portfólióm 100%-át ez a Blue Cryptos kosár token teszi ki, és összesen négy darab Blue Cryptos token áll a rendelkezésemre. Na most menjünk bele a részletekbe, hogy konkrétan mi mit jelent. Alapvetően kétfajta kosár típusunk létezik, az úgynevezett rebalancing, tehát átsúlyozó, automatikusan önsúlyozó kosara, és a standard hagyományos kosara. A kettő közötti különbség megértéséhez menjünk például a egyik rebalancing kosár a Blue Cryptos-nak a részleteibe, és azon keresztül meg fogom mutatni, hogy mit is értünk itt rebalancing vagy újraegyensúlyozó mechanizmuson. A rebalancingnak soha nem tudom a megfelelő szép magyar fordítását, hogy hogyan lehetne ezt pontosan fordítani, úgyhogy inkább ilyen önsúlyozó vagy újraegyensúlyozó kosárnak fogom mondani, vagy az angol rebalancing szót használom rá majd. Ez azt jelenti, hogy a kosár menedzserek, akik ezt a kosarat menedzselik, egy ilyen rebalancing kosárnál beállítanak egy megfelelő célsúlyt, amelyet el szeretnének érni. Ez a célsúly ez azt jelenti, jelen esetben ez a 36,25%, hogy a teljes portfólió értékének 36,25%-át szeretné, hogy a bitcoin tegye ki. Itt látjuk, mondjuk célsúly alapján növekvő sorrendben rendezve az eszközöket, hogy ebben a Blue Cryptos eszköz kosárban ezek a tokenek szerepelnek. Ezeket a kosármenedzser határozta meg, hogy ebben a kosárban ez legyen az összetétel. Hogy milyen arányban legyenek a tokenek ebben a kosárban, azt a célsúllyal határozza meg. És ez a célsúly ez úgy működik, hogy a kosár létrehozásakor például beállította, hogy 36,25% legyen. Viszont az árfolyam az folyamatosan mozog.
És tegyük fel, hogy minden eszköznek nőtt az árfolyama, most egy egyszerű példát tekintsünk, de a bitcoinnak nagyobb mértékben nőtt az árfolyama, mint a többié. Ez azt fogja jelenteni, hogy dollár értékben a bitcoin nagyobb arányt tesz ki a portfólióban értékben, mint 36,25%, mert nagyobb mértékben nőtt az árfolyama, ezért a portfólió a kosár összértékének nagyobb hányadát fogja kitenni. Emiatt a súlya az ugye elmozog, mondjuk 37%-ra, és ilyenkor beindul egy automatikus mechanizmus, és a bitcoin eladásával visszaállítja erre a 36,25%-ra a smart contract struktúra a bitcoinnak az árfolyamát. És ezt értjük rebalancing alatt, hogy a trader, kosármenedzser által beállított súlyokra mindig vissza fog állni. Miért jó ez? Azért jó, mert hogyha megnövekedett a bitcoinnak az árfolyama, az azt jelenti, hogy az egy jó eladási lehetőség, mert magasabb áron lehet eladni, mint amilyen áron vásároltuk, ezért ott hasznot tudunk realizálni. Ha esetleg a bitcoinnak az árfolyama lecsökkenne, akkor hogy ezt a célsúlyt tartani tudja, ne felejtsük el, hogy ez dollár értékben kifejezett súly, hogy ezt tartani tudja, ahhoz túl kevés bitcoin van már dollár értékben a kosárban, hogyha lejjebb ment az árfolyam, ezért olyankor vásárolnia kell, és egy automatikus vásárlás segítségével a célsúly az vissza fog állni, tehát mindig erre a beállított százalékos értékben fogja tartani a különböző eszközöknek az arányát ez a rebalancing mechanizmus. Ezt kell tudni erről a rebalancing típusú kosárról. Egyébként itt láthatjuk is, hogy az egyes tokeneknek éppen mi az aktuális piaci árfolyamuk. És ezek a kosarak úgy működnek, hogy minden egyes eszközkosár mögött láthatjuk, hogy milyen tokenek találhatóak, miket tett a kosármenedzser bele. És ezeket a tokeneket úgynevezett kosártoken vagy basket token az, ami reprezentálja. Tehát amikor én az előző folyamatnál vásároltam, USDT stablecoinban, tehát dollár fedezettű stablecoinban vásároltam be magamat ebbe a kosárba, de nem ezeket az eszközöket kaptam meg egyesével, ezek az eszközök egy megfelelő smart contractban vannak, hanem ezeket az eszközöket reprezentáló kosártokent kaptam, amely a Blue Cryptos kosártoken névre hallgatott. Egyébként a walletemben ezt már meg tudom nézni, tehát nem csak a platformon látom természetesen, hanem a Mosaic walletben is látható, hogy megkaptam ezt a Blue Cryptos tokent, egészen pontosan 4,2 darabot. És ennek a tokennek az árfolyamát természetesen a mögötte álló eszközöknek az árfolyama fogja meghatározni. Mégpedig úgy, hogy az összes eszköznek az árfolyama alapján kiszámítódik az egy ilyen kosár tokenrel jutó árfolyamnak az értéke. Tehát egy darab kosár token, a Blue Cryptos kosarat megtestesítő token, az jelenleg 1,7 dollárba kerül. Ennyit ér most a piacon. És hogyha az árfolyam változik, akkor a mögötte lévő eszközök árfolyamának változására az adott kosár tokennel árfolyama is meg fog változni. Egyébként ugye ezeknek a kosaraknak a súlyozott átlaga a kosártoken árfolyamának az értéke. A lenti táblázatban láthatjuk, hogy kosártokenre lebontva mennyi
egy kosár token mögött mennyi dollárban kifejezve mennyi van az adott eszközből, illetve darabban kifejezve mennyi van az adott eszközből. Tehát ha nekem egy darab BlueKryptos eszköz tokenem van, kosár tokenem van, akkor a mögött 0,6 darab Bitcoin áll, 0,3 Ethereum, és így tovább most nem fogom végig mondani. Tehát dollárban kifejezve ennyi áll, és az adott kriptónak a darab számában kifejezve is láthatjuk az utolsó oszlopban, hogy egy darab kosár token mögött ennyi bitcoin áll, ennyi darab ethereum áll, és ezekről nagyjából ezt érdemes tudni. Jó. Aztán ezzel szemben a másik alapvető kosártípus, az a standard kosártípus. A standard kosártípusnál láthatjuk is, hogy pillanat. Jó, a standard kosártípusnál láthatjuk is, hogy nem célsúlyt, hanem csak simán súlyt látunk. Ebben nincsen ez az átsúlyozó mechanizmus, tehát itt gyakorlatilag a kereskedő beállítja a kezdeti arányokat, és hogyha az árfolyam megnövekszik, akkor ez a kezdeti arány megnövekszik, és nem kerül visszaállításra az eredeti arányra. Tehát hogyha például a Tonkoinak az árfolyama nagyobb mértékben növekszik, mint az összes többi eszköznek az árfolyama, akkor ennek a célsúlya meg fog növekedni, és onnantól kezdve dollárban, értékben nagyobb arányt fog kitenni a teljes portfólióban, mint amennyi a kezdeti aránya volt. És itt nincs ez a visszaállítási mechanizmus, alap visszasúlyozás, ezért ez az alapvető különbség itt a kettő között. Más szempont alapján is tudjuk kategorizálni a kosarainkat, mégpedig a kockázat alapján. Itt a kockázati besorolásokról azt kell tudni, hogy a kriptobefektetésekhez van hasonlítva, tehát ahol alacsony kockázatot értünk, az azt jelenti, hogy a kriptobefektetések körében jelent az alacsonyabb kockázatot, míg ahol mondjuk mérsékelt kockázatot látunk, az pedig a kriptoeszközök körében mérsékelt a kockázat, tehát itt a viszonyítási alap az mondjuk nem egy országnak az államkötvénye, és nem ahhoz képest nézünk viszonyítást, hanem általánosságban a kriptobefektetésekhez képest nézzük a kockázatot. És tekintettel arra, hogy ezek diversifikált portfóliók, ezért egy ilyen kosártoken tartása az kisebb kockázattal jár, mint hogyha külön-külön egy-egy tokent tartanánk. Persze ez függ attól is, hogy éppen milyen tokenről van szó, de itt a kockázatot is szétosztjuk, kockázatot is diversifikáljuk olyan szempontból, hogy többféle token árfolyam mozgásának eredőjeként fog kijönni a kosárnak az árfolyama, tehát hogyha esetleg egy-egy kriptoeszköz végül is lefelé megy, de a többi az elég erősen felfelé, akkor még akár a teljes befektetésünkön még akár masszív profitot is elérhetünk. Alapvetően ez az egyik nagy előnye a portfólióban gondolkodó befektetésnek. Menjünk picit tovább, ez egészen egyértelmű, hogy természetesen mindegyik kosárnak látjuk a nevét, illetve az azt kezelő kosármenedzseri csapatnak a nevét. Alatta mindegyik ilyen tokenünkre, mindegyik kosarunkra láthatjuk az egy darab kosártokennek az árfolyamát, és mellette ez a nyílnak az iránya, illetve a szín az azt jelenti, hogy az elmúlt, tehát az egy héttel ezelőtti árfolyamhoz képest az árfolyam az növekedett, vagy éppen csökkent, és ezzel van gyakorlatilag összhangban az ábra is,
itt az árfolyamnak az egyheti változását mutatja néhány adatpont segítségével. Láthatjuk a dollárban elért nyereséget egy darab kosártokenen, illetve a százalékban elért heti hozamunkat. Alatta láthatjuk, hogy mely eszközök találhatóak az adott portfólióban, illetve hogy az adott kosárba összesen mekkora értékben fektettek be felhasználók, illetve azt is, hogy hány felhasználó fektetett be az egyes kosarakba. A további részletek gombra kattintva, ott még részletesebb információhoz juthatunk. Itt már csak azokra szeretnék kitérni, amelyeket az előző kompaktabb nézetben nem láthatunk. Ez az egyik az indulásnak a dátuma. Itt látjuk, hogy mikor indult maga a kosár, illetve alatta egy nagyon fontos területhez érkeztünk, a díjaknak a rendszere. Alapvetően három fajta díjjal kell számolnia az Mozaik Alpha platform használatakor. Mindegyik díj úgy van meghatározva, hogy az adott kosármenedzser állíthatja be egy. Közben itt láttam, hogy jött, hogy engem láttok nagy méretben, és a Mozaik Alpha platformot kis méretben. Ezt próbálom megoldani legegyszerűbben, szerintem olyan módon, hogy most kikapcsoltam a kamerámat. Jó, most pont fordítva, kikapcsoltam a kamerámat, úgyhogy most elvileg, aki engem látott nagyban, az is a Mozaik Alpha platformot fogja látni, szeretnék. Jó, mindegy. Jött olyan, hogy jó volt eddig is, meg jött olyan is, hogy fordítva volt. Hát gondolom a Zoom-nak a beállításaitól függött, de most már remélem, hogy mindenki jól látja, így most magamat akkor eltüntettem. A díjakra visszatérve, tehát mindegyik díj úgy működik, hogy a kosár menedzser egy előre meghatározott skálán választhat, hogy mekkora díjat szeretne beállítani az egyes díjtételeknél. Tehát nem választhat nagyon alacsonyat, meg nem választhat nagyon magasat, megvan, hogy melyik díjnál milyen értékek közül válogathat. Most fejből erre nem tudok választ adni, hogy éppen melyik díjtételnél mik az alsó-felső határok, de az a lényeg, hogy ezt a trader, bocsánat, trader mondok mindig, a kosármenedzser értek alatta, a kosármenedzser saját hatáskörében állíthatja be. Mik is ezek a díjak? Az első a vásárlási díj, ez jelenleg 1%. A vásárlási díj alatt azt kell érteni, hogy amikor megveszem a kosár tokent, akkor a vásárlásom értékének az 1%-a fogja alkotni a vásárlási díjat. Tehát ezt először, amikor megadtam például, hogy 1 dollárt szeretnék vásárolni, akkor az 1 dollárnak az 1%-át levonja a rendszer automatikusan, mint vásárlási díj, és a maradék összegből fogja megvásárolni a kosártokent. Ez a vásárlási díj egyébként mérsékelhető, hogyha valaki az affiliate rendszerben magasabb szintre lép. Ezt majd az affiliate rendszeres témakörnél részletesebben ki fogom fejteni. A teljesítménydíj, ez a 21% jelenleg a Blue Cryptos kosárnál, ez félelmetesnek tűnhet, de elmagyarázom, hogy itt valójában miről van szó. Ez a teljesítménydíjat csak akkor kell fizetni, hogyha a tokennek az árfolyama eléri az úgynevezett all-time high árfolyamot, ezt magyarra úgy tudnánk fordítani, hogy az akkori legmagasabb árfolyamot, tehát egy olyan árfolyamot, amilyen magas még korábban soha nem volt a kosarunk. Nézzünk például egy szakaszt itt. Például 10. hó 2-án 2023-ban 0,85
25 dollárba került egy token, a Blue Cryptos kosarat megtestesítő token. És nézzünk itt egy másik időpontot, egy picit ment lejjebb, 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 aztán egyszer csak elértünk mondjuk ide, 10-ről 22-ére, amikor egy olyan árfolyamot értünk el, 0,863-at, amilyen magas korábban még soha nem volt. Ugye tegyük fel, hogy most október 22-én vagyunk, és a későbbi részét nem látjuk az árfolyamnak. Ezért ebben az esetben, mivel elértük ezt az akkori all-time high árfolyamot, életbe lép a teljesítménydíj, ez a 21%-os teljesítménydíj, de ez azt jelenti, hogy a mostani all-time high, tehát a 0,863 dollár, és a azt megelőző legmagasabb árfolyam, tegyük fel, hogy ez a 0,8525, közötti részre kell csak a 21%-ot megfizetni. Tehát itt például ez a tehát 0,01 dollárnál is kevesebb értékre kell a 21%-ot megfizetni, tehát ez valójában nem is olyan magas érték. Ennek az a lényege, hogy motiválja a kosármenedzser, mert hogy ezt a teljesítménydíjat a kosármenedzser fogja megkapni, ami azért, mert kezeli az adott kosarat, és jó befektetési döntéseket hoz. Ugyanis, ha növekszik az árfolyam, akkor ugye többször kell teljesítménydíjat fizetni, viszont, hogyha a kosármenedzser az rossz befektetési döntéseket hoz, és netalántán folyamatosan csökken az árfolyam, akkor teljesítménydíjra nyilván nem lesz jogosult, mert hogy csökkenés esetén ezt nem kell fizetni, és ezzel a kosárba magukat bevásárló befektetők is jól járnak, mert nem kell azt elszenvedniük, hogy egyébként csökken a portfóliójuk értéke, és még díjat is fizetnek érte. Ez a teljesítménydíj csak akkor van, hogyha emelkedik a tokennek az árfolyama, és ez bizonyos időszakonként automatikusan ellenőrzi a rendszer, hogy éppen hol tart az árfolyam, az-e az eddigi legmagasabb árfolyam, és hogyha igen, akkor az előző legmagasabb árfolyam és a mostaninak a különbözetére rá fogja számítani ezt a beállított teljesítménydíjat. És ez a teljesítménydíj ez majd levonásra kerül akkor, amikor valaki eladja ezt a kosár tokenjét, és hát ugye a teljesítménydíjat csökkentett mennyiséget fogja megkapni technikailag, amikor realizálni szeretné majd a nyerességét. A másik ilyen díj, ez az üzemeltetési díj, ez gyakorlatilag a platform működésének a finanszírozásához szolgál, tehát részben ebből történik a platform fenntartása. Például arra kell gondolni, hogy a háttérben dolgozó smart kontraktok a Binance Smart Chain-en működnek, rengeteg tranzakciót generálnak, ezek a tranzakciók mind BNB-be kerülnek. Ugye a BNB az a Binance Smart Chain natív coinja, és ebben kell megfizetni a láncon a tranzakcióknak a költségeit, és például ezeknek a fedezésére szolgál ez az üzemeltetési díj. Tehát alapvetően ezzel a három díjjal kell kalkulálni. Aztán látunk egy javasolt befektetési időtávot is. Ez, ahogy a nevében is benne van, egy javasolt idő, tehát például 104 hét. Tehát itt ezt egy 2-3 évig javasolt tartani. De természetesen mindenki az aktuális piaci helyzetnek megfelelően és a saját igényének megfelelően mérlegelje, hogy számára mikor érdemes beszállni, illetve kiszállni. Aztán ezt követően különböző időhorizontokra találhatunk árfolyam kijelzést. Itt megnézhetjük a korábbi árfolyamokat. Egyébként például a Blue Cryptos kosárnak az indulásától a mai napig az árfolyama az 65%-os emelkedést jelentett, tehát aki itt az indulásnál április 18-án bevásárolt,
az mostanra kevesebb, mint egy év alatt 65%-os emelkedést érhetett el, ami azért nem egy rossz teljesítmény. A lenti részeket azt már bemutattam. Itt még arra térnék ki, hogy ez a diagram ez azt mutatja, hogy egy kosártoken mögött százalékban mennyi mennyiségű értékben mekkora mennyiségű token áll. Tehát például ugye ezt a 36,25-öt láthatnánk itt, de ugye nem a százalékos értéket, hanem darabban írja ki, bocsánat, tehát itt a darabban jelzi már ki, de ránézésre látjuk a százalékos arányokat is. Bocsánat, nem darabban, dollárban. Ugye ez a 0,639, vagy 638, ez található itt. És akkor még a lenti további részletek részben, ott pedig szövegesen a kosármenedzserek kifejtik, hogy mi a befektetési stratégiájuk, mi mentén válogatnak be eszközöket, mikor cserélnek esetleg le egy adott eszközt, mikor adnak, mikor vesznek. Itt ezt némileg szabadon tudja a kosármenedzser meghatározni, szabad szövegesen, hogy éppen milyen befektetési stratégia mentén gondolkodik. És azt hiszem, hogy a kosarakról elmondtam minden lényeges információt. Ennél technikaibban nem szerettem volna belemenni. Talán még azt hangsúlyoznám ki, hogy a kosár vásárláskor, tehát igazából arra van szükségünk, hogy legyen mozaik valetünk. A mozaik valeten rendelkezünk BNB-vel, mert a BNB-ben kell megfizetni a Binance Smart Chain-nek a tranzakciós díjait, és legyen USDT-nk ezen a tárcán, mert hogy USDT-ből tudunk vásárolni az egyes eszközkosarakból. Ha ez megvan, akkor gyakorlatilag problémamentesen tudunk vásárolni az egyes eszközökből. Amikor megnyomjuk a vásárlás gombot, akkor gyakorlatilag az USDT-ből a smart contract megveszi ilyen arányban az eszközöket, ezek az eszközök be vannak zárva a smart contractba, én felhasználóként ezeket az eszközöket megtestesítő kosártokent fogok kapni, a kosártokent azt a mozaik walletemben tudom ellenőrizni, tehát meg tudom nézni, hogy tényleg ott van, illetve itt a kezdőlapon is láthatom a platformon, és hogyha mindez megvan, és mondjuk évek múlva azt látom, hogy szép nyereséget értem el, és én most szeretnék hozzájutni a pénzemhez, akkor eladom ezt a kosártokent, a smart contract az aktuális árfolyamon a kosár összetételnek megfelelően értékesíti az eszközöket, és dollárban, USDT stablecoinban egészen pontosan tudom realizálni a nyereségemet. És ez a folyamat így áttekintően. És ezt követően pedig szeretnék áttérni a másik nagyobb napirendi pontunkra, az pedig a Mozaik Alfának az ajánlói rendszere. Itt időközben kicsit sokat beszéltem, meg újra töltöttem az oldalt, és emiatt szétcsatlakozott. Ez egy fontos információ, így a kriptovaletek terén, Wallet Connect-es csatlakozásnál így ez az általánosan megfigyelhető jelenség, hogy oldal újratöltésnél ezek szét csatlakoznak, tehát újból csatlakoztatni kell a tárcámat. Most én ezt újból meg fogom tenni. És már sikerült is, és megjelent a Corexa és meghívottak menüpont, és a későbbiekben erről fogok beszélni. Alapvetően a Mozaik Alpha platformon működik egy ajánlói és meghívói rendszer, ahol különböző szinteket lehet elérni. Mindegyik szintnek megvannak a feltételei, és hogyha ezeket a feltételeket tudjuk teljesíteni, akkor a megfelelő jutalmakat is élvezhetjük. Alapvetően minden felhasználó szint nélkül érkezik a platformra. Itt látszik is, hogy
Ezen a teszt címemen itt nincsen szintem, és 1-től 6-os szintig lehet felfelé lépkedni a ranglétrán. Mindegyik szintnek van egy állat megfelelője, itt a kóka szintről lehet eljutni a bálna szintig. A bálna gyakorlatilag a kriptovilágban, hogyha ilyen állat metaforákat használunk, az a legteteje az egésznek, mert ugye itt ez a például a bitcoin bálnákra utal, akik a nagyon tetemes mennyiségű kriptoeszközzel rendelkeznek, itt nagyjából ez lett volna a mögöttes gondolat, hogy szépen a sivatagi róka szintől elkezdünk fejlődni, és a végén akkor bálnákká válhatunk. És akkor nézzük meg, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy ezeket a szinteket el tudjuk érni. A feltételeket a baloldali hasában láthatjuk. Ez úgy működik, hogy az összes feltételt teljesíteni szükséges ahhoz, hogy a mellette lévő oszlopban található jutalmakat élvezhessük, és akkor az összes jutalmat élvezni fogjuk. Tehát némileg félrevezető lehet, mert akár úgy is lehetne ezt értelmezni, hogy a baloldali feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy a jobboldali jutalmat elérjük, de ilyenről nincsen szó. Az összes jutalmat élvezni fogjuk akkor, hogyha a baloldali feltételeket teljesíteni tudtuk. Az egyik ilyen feltétel az a közvetlen meghívottaknak a száma. Például az egyes szinten még nem szükséges meghívottal rendelkeznem, de a kettes szinten ott már kettő meghívottal kell rendelkezni. Hogyan tudok meghívni embereket? Itt az oldalnak az alján található egy meghívói link. Ezt a meghívói linket kell valamilyen formában eljuttatni annak a személynek, akit meg szeretnék hívni, és hogyha ez a személy beírja ezt a linket a böngészőjébe, és ezen keresztül végzi el az első vásárlási tranzakcióját, akkor ő az én meghívottammá fog válni. Itt alapvetően kettő fontos dolog kell, hogy az első tranzakcióját ezzel a címmel végezze, mert az első blokklánc tranzakciónál fog regisztrálásra kerülni az, hogy az a felhasználó, aki vásárolt, az az én meghívottam volt. Tehát mindenképpen ezzel kell az első tranzakciót végeznie, onnantól kezdve ezt már a blokkláncon nyilvánosan rendelkezésre álló adat lesz, tehát onnantól kezdve legközelebb már nem kell ezt a linket használni. És az is fontos, hogy ugye ebből következően csak akkor számít valaki meghívottnak, hogyha már tranzakciót is végzett, hiszen előtte nem kerül rögzítésre a blokkláncon az információ, az csak az adott felhasználó böngészőjében rendelkezésre álló adat, ami pedig ugye nem lesz elég, tehát nagyon fontos, hogy ha valakit meghívtunk, de még nem látjuk a meghívottaink között, egyébként itt lent, akkor az azért van, mert még nem végezte el az első tranzakcióját sikeresen. Tehát ez az egyik feltétel, meghívottakkal kell rendelkeznünk. A másik feltétel, hogy Corexát kell lekötnünk, vagy stékelnünk, fontos a Mosaic Alpha platformon. Itt a Corex stékelés alapvetően kettő ok miatt történik. Az egyik az az, hogy feljebb juthassunk az affiliate rendszerben, magasabb szintet elérhessünk a magasabb jutalmak érdekében, illetve nem csak ez lehet a célja, hanem az, hogy az előbb általam mutatott vásárlási díjat, azt csökkentsük. Itt alapvetően az a vezérlő elv, hogy minél több Corexát stékel valaki, annál nagyobb mértékben csökkenthető a vásárlási díj. Természetesen nullára nem csökkenthető, de egy bizonyos mennyiségig csökkenthető. Itt ez a csúszka mutatja, hogy összesen mekkora csökkenést tudok elérni például a vásárlási díjnak a csökkentésében. Hogyan tudok stékelni? Ha már itt tartunk, akkor megmutatom ezt is. Lekötésgomb megnyomásával beírhatjuk, hogy mennyi Corexát szeretnénk stékelni. Hogyan juthatunk Corexához? Vagy a webirodánkból kiutaljuk magunknak arra a tárca címre, amit a Mosaic Wallet-ben használunk a Mosaic Alpha platform elérésére, vagy pedig, ha ezen a
tárcán van USDT-nk, akkor a váltón USDT-ből kodexát tudunk váltani, és utána ezt be tudjuk stékelni. Az a fontos, hogy ne úgy csináljátok, mint én, hogy először vásároltam, utána lekötöttem a kodexát, hanem fordítva, először stékeljünk, hogy aztán már a vásárlásnál a kedvezményeket tudjuk élvezni. Itt például stékelek, hát most legyen egy kerek kodexa, és még mielőtt a folytatás gombra rányomnék, azt el szeretném mondani, hogy a kodexa stékelés az minden esetben minimum 30 napra történik. És hogyha én itt most besztékelem ezt a mennyiséget, akkor innentől kezdve 30 napig ezt nem tudom kiutalni, tehát nem tudom vissza sztékelni, unsztékelni. És az a fontos, hogy ez a 30 nap ez mindig az utolsó sztékeléstől számít, tehát hogyha ma sztékelek valamennyit, meg 2 hét múlva sztékelek valamennyit, akkor 2 hét múlva ott már a sztékelésem előtt csak 15 napom lett volna, míg legkorábban visszahívhatom, viszont mivel akkor sztékeltem, az a 15 nap újraindul, és újra 30 nap lesz. Tehát az a lényeg, hogy mindig az utolsó sztékeléstől számolódik a 30 nap. Itt most rámegyek a folytatásra, most közben szétcsatlakozott a mozaik valetem, de hogyha rámentem volna, akkor ez sikerült volna. Most nem csatlakoztatnám újra, de ezzel ezt a folyamatot úgy tudtuk volna folytatni, hogy a paletben megjelenik egy tranzakcióval jó ablakot, meg kell erősíteni, és ezt követően már sztékelésre is került. Én itt korábban már sztékeltem, ezért a kiutalásnál nulla elérhetőt látok, mert még ketyeg a 30 napom, hogyha erre rá sztékelek, akkor újraindul a 30 nap, ha nem sztékelek rá, akkor legkorábban 30 nap múlva tudom kivenni, viszont ha kiveszem, akkor már ugye nem felelek meg a feltételnek, az adott szint feltételének, tehát akkor lejjebb csúszhatok ez alapján az affiliate rendszerben, illetve a csomagvás, bocsánat, nem csomag, hanem kosárvásárlásaimnál is magasabb fee-t kell fizetnem. Oké. Okay. Tehát ez a lekötött kodexa, mindegyik szintnél látjuk, hogy még mennyit kell stékelni ahhoz, hogy annak a szintnek megfeleljünk. Aztán a saját befektetés is számít. A saját befektetés alatt az eszközkosarakból történő vásárlást értjük. Tehát például a második szint teljesítéséhez 100 dollár értékben kell token kosarat vásárolni. Itt az nagyon fontos információ, hogy itt csak felfelé tudunk minősülni, tehát hogyha valaki rendelkezik például már 100 dollár értékben vásárolt kosárral, de netalántán az árfolyam az picit lejjebb benne is, mondjuk 99 dollár lesz, akkor emiatt nem fog valaki lejjebb minősülni. Itt, hogyha már valaki elérte egy szintet, akkor azon a szinten megmarad, míg a többinél ott visszaminősülés is lehetséges. A következő ilyen feltétel az, hogy ne csak nekem legyenek kosár befektetéseim, hanem az általam meghívott személyeknek is, és az általam meghívottak összes befektetéseit összeadódik, és ez is szükséges ahhoz, hogy az adott szinten feljebb tudjunk jutni. És alapvetően ezek voltak azok a feltételek, amelyeket teljesítenünk kellett. Hogyha ezeket a szinteket teljesítjük, akkor a jobb oldali részen láthatjuk, hogy milyen jutalmakat tudunk kapni. Ugye az általunk meghívottaknak a tevékenysége után jutalékban részesülhetünk. Ezt a jutalékot a rendszer majd kalkulálni fogja, és majd egy erre alkalmas felületen meg lehet nézni, hogy éppen mennyi jutalékban részesülhetünk, de a jutaléknak az, hogy havonta ebből a jutalékból mennyit tudunk saját magunknak kiklémelni, lehívni, az attól függ, hogy milyen szinten vagyunk éppen. Például a legelső szinten ez havi 20 dollár, de
mondjuk a legmagasabb szinten ez meg már 100 ezer dollár. Ez az egyik ilyen jutalom, hogy minél magasabb szinten vagyunk, annál többet tudunk kiklémelni. Természetesen akkor tud 100 ezeret kiklémelni a legmagasabb szint is, hogyha elért ennyi jutalékot, tehát hogyha ennyire nem jogosult, akkor nyilván nem tud ennyit lehívni. Ez a plafon, tehát ennél többet nem lehet, ha csak nem vagyunk magasabb szinten. Miért fontos még az, hogy meghívjunk személyeket? Azért, mert az általunk meghívottak, azok a vásárlási díjból, ami például a Blue Cryptoznál 1% volt, de más kosaraknál akár magasabb is lehet, kedvezményt kap. Tehát ezt nem én kapom, hanem az általam meghívott személy, tehát ő például 10%-kal kevesebb vásárlási díjat fog fizetni kosárvásárláskor, ha én az egyes szinten vagyok. Ha mondjuk egy magasabb szinten vagyok, akkor nagyobb díjkedvezményben részesülhet. Tehát ezzel igazából az általunk meghívottaknak tudunk egy picit kedvezni. A másik ilyen jutalom, hogy hány szintről kapunk jutalékot. Az első három szinten csak a közvetlen meghívottjainktól vagyunk jogosultak a tevékenységük után jutalékot kapni, míg a negyediktől hatodik szintig, tehát a legmagasabb szinteken, ott már két mélységből is jogosultak lehetünk jutalékra. Ez azt jelenti, ugye, hogy a meghívottja tevékenységéből is tudok profitálni. Aztán ezt követően ez az átváltási arány történet, ez azt jelenti, hogy mondjuk jogosult lennék bizonyos mennyiségű jutalékra, és annak a elméleti jutalék értéknek ennyi százalékát fogom ténylegesen megkapni, hogyha az adott szinten vagyok. Tehát igazából ez arra szolgál, hogy minél magasabb szinten valaki, annál magasabb jutalékmennyiséget tudjon elérni. Alapvetően így működik a jutalékrendszer, ezek a feltételek és a jutalmak. A stékelés panel mellett jobbra mindig láthatjuk röviden összegyűjtve, hogy ahhoz, hogy a következő szintet, én esetemben az egyes szintet elérjem, ahhoz még milyen feladataim vannak. Hát itt például az, hogy 100 kodexet stékeljek, és hogyha ezt a 100 kodexet bestékeltem, akkor elérem a következő szintet, jelen esetben az egyes szintre átváltok, és akkor annak megfelelően magasabb jutalmakat fogok kapni, hát mert most itt nullás szinten így nem sok mindenre vagyok jogosult. Arra figyeljetek, hogy ha majd tranzakciót végeztek, akkor mindig nézzétek meg, hogy aktíve a wallet csatlakozás, a walletben is jelenjen meg a wallet connect kapcsolat, illetve a platformon is jelenjen meg, mert például az előbb kapott üzenet az arra vonatkozott, hogy éppen nem volt a walletem csatlakoztatva, és úgy akartam végezni a tranzakciót. Hát nagyon röviden így ezeket a témákat szerettem volna körbejárni, így mire belelendültem, az addigra nagyjából le is járt az időm meg a mondani valóm, és igazából még egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon sok információ a Mozaik Alfa információs oldalán is elérhető, mozaikalfa.com, ami fontos információ még, hogy a honlap az már magyar nyelven is tud, hogyha esetleg nem magyarul jelenne meg, akkor itt a feliratra átkattintva magyar nyelven is találhatunk fontos információkat. Javaslom átböngészni mindegyik menüpontot, itt a nagyobb menüpontok is almenükre bomlanak, és akkor különböző aloldalakra lehet itt a gombok segítségével eljutni, és még több hasznos információt meg lehet tudni, akár a
platformnak a működéséről, akár a token kosarak működéséről, vagy általános információk, illetve hírek is elérhetőek a Mozaik Alpha platformnak az oldalán, illetve a platform gombra kattintva is el lehet jutni a Mozaik Alphára. A jött kérdés arra vonatkozóan, hogy mennyi BNB-t érdemes tartani a tárcánkon. Hát alapvetően ugye ez attól függ, hogy éppen a gas fee az mennyi a Binance Smart Chain-en. Ha itt most visszacsatlakoztatom a tárcámat, és akkor meg tudom akár mutatni a konkrét tranzakción keresztül. Itt kimásolom például a címemet, és a BSC Scan oldalára kattintva. Itt például 43 perc ezelőtti tranzakciómat, ha megnézem, akkor látjuk, hogy ilyen sok tranzakción keresztül jutottunk el arra, hogy az eszköz, a smart contract, bocsánat, megvásárolta a kosárban található eszközöket, és a kosár tokent megkapta. Mert azért van szükség, hogy ennyi tranzakción keresztül jussunk el, mert a rendszer a lehető legjobb váltási árfolyamot igyekszik megtalálni, tehát lehet, hogy egy eszközt nem közvetlenül dollárról fog bitcoinra váltani, hanem köztes útvonalakon, hogy a lehető legjobb árfolyamot elérje, és emiatt itt viszonylag sok váltásról van szó. Emiatt ennél a kosárnál a tranzakciós díj az $1 volt a mostani körülmények között. Ez ugye függ attól is, hogy éppen mennyi tranzakciót akarnak lebonyolítani, vagy mennyi tranzakció történik azokban a pillanatokban a blokkláncon, de ez itt éppen mondjuk 0,0018 BNB volt. A többi kosár kevesebb eszközből áll, ott némileg kevesebb BNB-re van szükség, de hogyha ezzel 0,002-vel számolunk, akkor nagyjából ezzel jól lehet tervezni. Egy tranzakció ennyibe kerül. Ez a tranzakciós díj a blokkláncon, ez független attól egyébként, hogy mi éppen mennyi eszköztokent vásároltunk, tehát érdemes akár egyszerre nagyobb mennyiségben vásárolni, és nem többször szétaprózni ilyen szempontból, mert akkor gyakorlatilag egyszer kell ezt a tranzakciós díjat megfizetnünk. Közben jött itt egy olyan kérdés is, hogy néhány iOS verzió alatt a tranzakciók aláírásánál invalid signer hibaüzenet jelent meg. Nem biztos, hogy mindenki ezt tapasztalja. Tudtommal egy iOS-es rendszerfrissítés okozta a problémát. A javítása hamarosan elérhetővé válik az alkalmazás boltban. Ennek az átfutási ideje az hosszabb időt is igénybe vehet, tehát beadtuk már jóváhagyásra az Apple-nek. Változó idő, ameddig igazából nézik és kiengedik, tehát volt, hogy ez már egy napon belül kikerült, volt, hogy hosszabb idő, de igazából itt már nem rajtunk áll a folyamat. Igazítottunk az aláírás működésén, és akkor így igazából elhárítottuk. Hamarosan elérhetővé válik reményeink szerint az alkalmazásboltban. Igen, jött kérdés arra vonatkozóan, hogy a Codexa USDT csomag kosár ez jelenleg nem vásárolható a Mozaik Alpha platform felületén. Ennek ugye egyrészt az az oka, hogy ebbe a kosárba bevásárolni a webirodán keresztül liquidity pool csomag keretében lehetett,
annó a Corexa USDT LP csomagok vásárlásával, és akik itt befektettek, azoknak a befektetése található itt megjelenítve. A tervben van az, hogy a későbbiekben ez is elérhetővé fog válni az Alfa felületén. Jelenleg arról nem tudok nyilatkozni, hogy mikor. Igazából itt még fejlesztési feladatok is lesznek, mert itt majd nem feltétlenül csak USDT-ből lehet ezt a fajta kosarat megvásárolni, de erről most több részletet nem tudok elárulni, de ha tervben van az, hogy elérhetővé válik innen is mindenki számára, és hamarosan.